A gázai övezet urai, a Hamas terrorszervezet nem tartotta be a pápa kérését, nem hallgatta meg a pápa kérését, ugyanis folytatódtak a rakétatámadások. Nem sokkal ezelőtt több tucat rakéta csapódott be ismét Dél-Izraelben. Sajnos az északi ország részben is voltak rakéta robbanások. Ezúttal Szíria területéről lőtték ki a rakétákat. Személyisérülés nem történt, és az izraeli hadsereg nem válaszolt erre a provokációra. Megtudtuk azt is, hogy a tegnapi gázai kommandóakcióban nem csak a tengeri kommandó alakulat vett részt, hanem a szárazföldi egységek is, akik benyomultak a gázai sávba, aláaknázták a fegyverraktárt és a rakétaraktárt, és ezzel segítették a sikeres akciót, a fegyverek felrobbantását.